Ég veled, hölgyem. Itt minden megvolt, távozunk. Jézus, vigyázz magadra. Hű, kíváncsi vagyok, hogy minden egyes alkalommal mindent végig kell majd csinálni, bár hogyha hozzászokok, hogy mit, merre, hogyan, akkor gyorsabban is menni fog, akkor nem fog tartani ennyi ideig. It was just really weird. So some stuff fell over. That's not a big deal. No, I know. It wasn't even my fault, but he sent me home right after that. I'm just really worried. He's supposed to finalize my stuff today. Innen kezdődött a demo, szóval jóformán ez a prológus tutorial rész, ezt kivették az elejéről. Yeah, it just didn't feel like he meant it. Like he just said it to get me out of the building. Wait a sec, I have another call. Okay. Hello? Hey Rebecca, it's Ray. It's Raymond. Oh, hi, Mr. Delaver. Look, if I did anything wrong today, just... No. I wanted to apologize. You've done a fantastic job. I'm just not feeling too well. That's actually why I'm calling. I know it's late, but we just got 3 new cadavers. 3 új áldozat van bent. Ez hosszú éjszakánk lesz. Well, yeah. Are you sure? I mean, of course. És most nem lesz ott ő, szóval full egyedül leszünk az egészen. You're doing me a huge favor. That's great. Thank you. I'm on my way right now. I hope you feel better. Thanks again. I'll see you tomorrow. Bye. Kíváncsi vagyok, hogy valamit tud a csávó. Holy shit. That was him. He signed me on. He needs me to come in tonight. Hogy tud-e valamit, tudjátok, a történésekről, meg mindenről. És csak valakit bele akar vinni maga helyett. Vagy nem tudom, mi lehet. Na nézzük, hova jutunk ezzel. Ó, jaj. Megint a kulcsos dolog. Múltkor is pattannak a kulcsok. Hát ez, hogyan fogalmazzak, egy picit gyors volt, temporary itemek, jó? Nem kell aggódnunk. Rádió le. Úgy, és távozzunk. Ez az. Gyerünk. Gyerünk. Rémizges játék. Félni akarok. Vidd a horrort a szívembe. Igazán kezdhetnénk kiszállva a kocsiból. Nem kell, hogy kiszálljunk mi magunk szerintem. Hello, megjöttem. Azt lerántottam onnan. Szóval van egy vázám, és nem félek használni. Jézus, mi a helyzet? De sötét van itt bent. Megakadt a kép egy pillanatra, de... The fuck is happening here? Ott van valami. Jesus fucking Christ, ez gyors volt. Ott van valami. Mr. Delaver, I need help. Someone's outside the mortuary. Just try to stay calm. I know you're scared. I'll unlock the door in a moment. What? This is very sudden, but listen to me. We have to start right away. I'm sorry. I didn't know until it made itself known this morning that it was here, let alone bound to you. I had no way of knowing the possession had started. What? Look, this isn't funny. Stop. You need to take this seriously. You need to act quickly. This is insane. I'll just leave. I'll just fucking leave. You can't leave, Rebecca. I can't allow that for you. It's far too dangerous. What am I supposed to do then? Szerintem megszálltak minket. Are fine. So we stay calm. Okay? We embalm, file the paperwork. Everything. Treat it like a normal day. Staying focused will help. I left some things for you on the desk. I'll call again when you get to the embalming room. No, wait. Oh, damn it. What the fuck? This is insane. Te komolyan? Te az eredeti kép vagy? Én azt hittem, ez már egy ijesztő kép. Mármint ijesztés. Ez miért van itt? Shit. Egyébként jönni fog, majd fogok játszani a Stray-jel. Arról jutott eszembe, hogy egy fogom, és idejövök, és lerakom a vázat. Mivel a Stray jönni fog. Szóval van egy régi kulcsunk, van egy másik kulcsunk, meg van egy tape recorderünk. Nagyon jó. Ezen kívül kell-e bármi más itt nekünk? Szerintem nem. Ó, Jézusom. Aha. Ezt azt hiszem hagyjuk felkapcsolva, úgyis majd le fogja kapcsolgatni. Igen, ehhez kell a hol ki. Ehhez az old ki. That's not it. That's not it. Ó, Jézusom. I'm fucking quitting tomorrow. I mean, who does something like this? Oh boy. Na most kezdődik, most már érzem. Oké, csukjuk be. All right, listen carefully. I'm sorry, but this entire thing is extremely unprofessional. If this is how you treat new hires, I don't think I can work for you. This isn't funny. Rebecca, you don't have to believe me, but I hope you do before it's too late. The only way to save yourself is to banish the demon before you're too far gone. To do that, you will need to learn the demon's name, bind it to its chosen body, and burn it in the retort. Look, I know this is a lot to take in. I wish I could do more for you. I had years to learn what I know. You have hours. I've recorded a number of cassettes to instruct you in the hope that having a physical object with a known message will help you stay grounded. I won't be calling again. You can't trust the phones. Anything can be manipulated. Listen to the tapes. Learn the demon's name. Burn the correct body. The most important thing in the room is in that cabinet. Open it up. Good luck, Rebecca. I'm sorry this had to happen. Lol, itt egy szekrény. Itt egy kazetta. Itt van még egy kazetta. Szóval van három testünk. És a megfelelő testet kell elégetnünk. Jó, te maradsz, te a harmadik vagy. Te az első vagy. The Night Shift database, a computer program combining all my findings into one reference point. The database contains all the information on the process of expulsion, the tools used, and most importantly, all the markings of the known demonic names. If you ever forget what to do, replay these tapes or look it up in the database. The collection of demonic names is the most crucial piece to the puzzle. Démoni nevek. You will need this information. My ID card is in my personal belongings drawer. On the back is the passcode to access it. Use it. De hol van a... Oké, itt nincs semmi hasznos számomra. The Book of Typhon Conversion. Aha. Oké, ez mind nagyon izgalmas volt. Hol van a te kis kódos dolgod? Personal belongings. Hol? Ha a személyes ilyen tárgyak lennék, hol lennék? Oké, azt hiszem kint. Kinyitom az ajtót, és így tudjátok, így feláll a szőr a hátamon. Kiráz a hideg. Szerintem itt kéne lenned. De nem itt vagy. Nem itt vagy. Nem itt vagy. Nagyon jó. Ez nem segített. You know what? Screw this. I'm calling the police. Hol? Fel akarta hívni a rendőrséget. Az komoly. Még erre is gondoltak a készítők. Szóval... Arra gondoltak a készítők, hogy megmondják nekem, léci figyelj, segíts már. Te figyeld azt a részt, és Jézus meg azt a részt fogja figyelni, jó? Nem fog meglepni minket senki. Oké, elmenni nem tudunk, az biztos. Ó, ide nem akarok bemenni. Köszönjük. Oké, nem, az maradjon nyitva. Jó, oké. Ide be. Úgy. Clipboard. Jó, ez. Reagent in the old cabinet. Oké. Hol van a második kazetta viszont? Whatever. Just grab a body and get started. Whatever. Just grab. Be van zárva a gép. Nem ezt kéne feloldanom most? Mert valamit mondott, hogy meg tudok szerezni a személyes cuccaikat. Jó, játsszuk le ezt. At every moment, the demon is funneling its energy through you, weakening you, until you are unable to resist. Identifying a demonic entity is a delicate balance. The further you are from possession, the more time you have. The closer you are, the more the demon will make itself known, allowing you the information to guess its name and the body it's bound to. The only way I've found to tell how far along a possession is on your own is to scribble on a piece of paper. Don't think about it. Just scribble. Look carefully. If you notice anything strange, it's starting to take hold. Lol. There's a notepad and a pencil on the desk in the front room. Checking from time to time can give an idea of how long you might have. Szóval időhöz vagyunk kötve. Aha, van egy notepadünk. És akkor tudjuk ezeket használni. Ez, itt vannak a kazettáink. Jó, úgy tűnik, hogy... Szóval azt mondta el nekünk, ha valaki nem értené, hogy ha firkálunk így egy ceruzával, akkor az látjuk azon, hogy hogy állunk éppen a megszállásban. Tehát, hogy mennyire vagyunk megszállva. Ez nagyon jó, oké. Okay. Itt van a kártyája. 3669. I really need a key to the judge cleaner. Zoe. Szóval valami van lent a pincébe. Zoe azt írta, hogy valami van lent a pincébe. Itt egy kulcs. Extra kulcsok. Jó. Ezt jegyezzük meg, hogy van itt egy extra kulcs. Itt a mi kártyánk, ha minden igaz. Ez nagyon jó, úgy tűnik az annyira nem fontos nekünk. Itt van még egy kulcs. Nem tudom minek nekünk. Még egy kulcs van, még egy kulcsunk. Nem tudjuk hol való. Nézzük meg itt. That's not it. Yeah, screw all of whatever this is. I'm getting back to work. Okay. To banish a demon to hell. It must be bound to its chosen body and burned. Jó, ezt már elmondtad. Tudjuk, hogy el kell égetni a hullát ahhoz, hogy megszabaduljunk a démontól, de a megfelelő hullát. First, the clay tablet in the center is called a mark. Placing the smaller pieces in the correct configuration will spell the demon's name. Second, the bottles on the top shelf are a special reagent that will react to the mark. Add a bottle to the embalming mixture during the process. When the mark is placed on the correct body, with the reagent inside, it will force the demon to become bound to it. Pay attention to signs that you szóval először hozzá kell zárnunk a testhez ahhoz, hogy jól elégethessük. Összepadjuk bedom, az összes testet bedobálnám a tűzbe. Finally, the pieces of paper on the right are called letting strips. It must inscribe the sigils of its name in our world to begin the evocation. You will need to uncover these sigils to use them. Hold a letting strip up while wandering the mortuary. If it begins to smolder and burn, you're close. When the paper combusts, the sigil has been revealed somewhere in that area. They can be anywhere, so look on walls, under objects, inside furniture, anywhere. The demon will inscribe its sigils over time to try and hide them, so check regularly. Once you uncover the sigils, use the Night Shift database to decide which demon you're dealing with, and use that knowledge to create the mark. The steps are simple. Add the reagent to the embalming mixture. Uncover the sigils. Build the mark and place it on the body. Then, when you're certain, burn it in the retort. Pofátlanul egyszerű. Srácok, na ennél egyszerűbb dolgunk nem is lehetne. Szóval ezt itt meggyújtjuk. Aha, nagyon jó. Hát akkor valahol itt van egy jele a izének. Ott van, nézzétek. Ott a jele. Egy Z betű, aminek van egy kis kövérke hasa. Mennyire vagyunk megszállva? Semennyire. Jó. Hát... csak annyit mond... Jó, úgy tűnik a Choicing nem akar együttműködni velünk, szóval kezdjünk el egy hullával foglalkozni. Mert nézhetnénk azt, hogy a démon micsoda, meg mi a neve. Gyere elő, mutasd magad. Sehova, semmi. Mit kell csinálnunk? Szerezd vissza a testet a fagyasztóból. Oké, hol van test? Ez nem zavar, hogy nem látok. Jó, nincs a kulcsunk. Itt nincs test szerintem. Itt sincs test. Itt van test, és itt is van test. Hát ez zseniális. Előbb be kellene húznom ezt a vackat. És mivel tudjuk, hogy ha megfordítom, nem enged ki a játék, ezért háttal fogunk bemenni ennek az egésznek. Bocsánat, volt egy kis külső megzavarás. Oké, most kilökött így a transzból, nem kell aggódnunk. Á, most nem is félek. Kis fényvillogás, nem zavar semmit. Ez megijeszt, amikor így a kamera így úgy dönt, hogy lenne, hogyha arrébb menne. Jaj, de nagy pocit, nézzétek, hogy mosolyog. Eddig nyitva volt a szeme szerintem. Mindegy, ezt csukjuk be. Nem, ne csukjuk be. Ez maradjon nyitva. Úgyis hozzuk vissza. Meg az az árnyékolás. Én szerintem nyitódik a szeme, meg csukódik. Alright, let's check you out. Oké, check you out. Szóval, ezt az ajtót kihagyta nyitva. Én biztos nem. Ezt az ajtót nem tudom becsukni. De, nagyon jó, hú. Zseniális. Na szóval, figyelj, van itt egy sebed. Ezt már tudjuk. Örülünk neki, ez nem is kell nekünk. Hello? Szóval... Egyelőre még nem érezzük magunkat sehogy se. Nope, nope. New job. I'm getting out of here. Jó, menjünk. How long I went to school, new career path. Fuck this. Fine. Maybe... No. Maybe... Everything's fine. It's fine. What? No, I... Olyan, mint hogy egy témon így befolyásolná gondolatainkat, hogy minden rendben van. I'm just saying things. I just need to get back to work. It's fine. Aha. Ja, a démon befolyásolja a gondolatainkat. Vicces, érdekes. Na szóval van itt még valami, nincs semmi. Screw this. I'm getting back to work. So stupid. Látok semmit, kezén se. Lassan átnézegetjük. Most már nem mosog. Úgy nem mosog. Haha. Hát nem, másik arc részén van. Ott úgy. Oké. Okay. Ja, nem fordítottuk meg a testet a másik oldalról. Nem baj, valamit találtunk ott. Ennyi? Meg is vagyunk 3-ból 3. Jó, jelentsük le. Rekordoljuk, szóval van egy nevünk, van egy valamink, left shoulder, úgy, left leg, nem, az nem az volt. Úgy, és a fejen is van egy ilyenünk, egy szalmat. Nagyon jók vagyunk. És minden igaz, ezt most bedossziézzük és visszük kifele. I need to file the copy up front. Jézus, itt vagy még? Hali, vigyázz rám. I'm missing something. Time to embalm. Time to embalm. Boldogan mondja. Érdekes, hogy a démon így vissza tudott hozni minket. Jaj, most jönnek ezek a dolgok. Oh, de miért nincs ide kihelyezve minden? És keresgélhetek? De legalább itt van a jelzése a démonnak. Egyelőre még nem vagyunk annyira megszállva, mint gondoltam, hogy meg vagyunk. Az micsoda? Várjatok egy pillanatot. Szóval, hogy... Gyere vissza! Hogy állunk? Mi a kód? 3669? Te mi vagy itt? 3669. mit elrontottam? 3, 6, 9. Aha, várjatok. Nem ez több, ilyen? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 6 szám. Ez 6 számjegyű. Jó, akkor ez nem nyert. Jó, azt hiszem ez se fog nyerni, ezek a szekrényes rész sem. Csak néztem, hogy micsoda ez itt. Na jó, mindegy. Szóval itt vannak ilyenek, de nekünk nem SK, nekünk SK. Needle injector. Missing something. Fuck, valaki bejött szembe. Ott maradsz kint, nem is érdekelsz. Settings, needles. És ezt nem értem, mi a settings needle? Ez lenne? Nem. Ja, ez lesz az. Ah, ott van mellette. Jó. Ahogyni. Milyen világos a szád belső. Te fogaid az innyed jóformán. Ahogyni. Zárjuk a szádat. Szép, nagyszerű. Egész gyorsan keresztül jutottunk ezen a problémán. Eyecaps kell, eyecaps nekünk. Ez micsoda vajon? Oké, érdekel minket, maradjatok ott kint. Szóval eyecaps-ek. Hol találunk eyecapset? Ez nem eyecaps. Ez nem eyecaps. Nem flexible bag. Ez nem eyecaps. Nem találom a szemfedős dolgokat. Hopp, itt lehet, itt lesznek. Itt van, ez lesz az. Ahogyni. Először fel, mindkettőbe behelyezzük, utána becsukjuk. Nagyon jó, ez is megoldva. Mi van még? Mix embalming fluid. Na ez lesz az igazán jó. Kell egy ilyen bele. Nem humectant kell bele? De jó, most felvettem. Ja, ez moisturizer. Jó, oké, nem parázunk, fluid lesz. Ez sem, azt hiszem. Ez kell, that's for sure. Nem ez kell. An arterial fluid based used for firming and preserving tissue. Én ezt most elhajtottam. Valahova. Kérdezzétek oda, ott van. Large item. Biztos nem ide kell? Hát, jó, akkor tudod, megint eldobjuk. I can't use that here. Valók hangokat is. Na, találjáték. Melyik az első, ami kell bele? Glutardehid. Glutardehid. Ez az. Áruld el nekem, hogy ez miért nem megy ide be. Valamit nem értek. Mix embalming fluid in pump. Igen. Ó, hogy ki... Jó, oké. Oké, nincsen semmi probléma, most már sinem vagyunk újra. Voltunk sinem újra. Szerintem a démon előbb fog kinyírni minket, mint hogy én ezt elvégzem, ezt a munkát. Ez a huma. Szerintem tovább fejlődött a problémánk. Igen, nagyon úgy néz ki, hogy tovább fejlődött a gondunk. Nem baj. Metanol kell. Hol találok metanolt? Ez nem az. Ez nem az. Ez biztos nem az. Te? Ó, hát akkor nem tudom, dobd el, ragd le, vagy valamit csináljál magaddal, nem igaz? Ó, hát ilyen helyzetben nem hiszem el, hogy még hisztizel is. Humakatán. Te vagy a Humakatán? Nem, te vagy a Humakatán, nem azzal. Hol van a másik? Az dobtad el ezelőtt? Hol van? Hol van a Humakatán? Tudom, hogy ide raktad. Jó, akkor tudod, hogy felveszünk egy másikat. Te vagy a Humakatán. Hogyne. Nagyon jó. Még sorrendbe is kell berakni. Nem megfelelő, hogy csak fogod ezt összeöntött benne. Sorba is kell rakni. Nagyon jó, kész vagyunk. Re-agent. Várjátok, őszintén szóval nem vagyok 100%-ig biztos benne, hogy mit is kell csinálnunk. Nézzük hát, ha... Szóval van egy ilyenünk. Oké, dobjuk bele. Úgyni. És akkor most jöhet az, hogy ezt becsukjuk. Nem, bár az ollókra is szükségünk lesz. Kell nekünk egy ilyen penge, úgy. És akkor kinyitjuk a nyakocskáját, és akkor kitárjuk itt így. És jöhetnek a PVC csövek. Jöhetnek a PVC csövek, úgy. És mindjárt jön majd az őrült hangos része, ahogy elkezdjük föltölteni. Jó, így nem olyan hangos. Ezt három testnél eljátszani ezt az egész mizériát, még ha fel is gyorsul igazából, mert ugye megtanuljuk, hogyan kell ezeket a lépéseket végigcsinálni. El fog tartani egy darabig. És folyik belőled valami is? Ja, folyik. Majd. Ez nem kell nekünk. Itt tudnánk összerakni Markot. Le tudlak már kapcsolni? Le. Hú. Te hangos vagy. Oké, hogy... Oké, ez még nem ment tovább. És hallottam a hangját. Oké, hogy állunk? Jó, ez még nem fejlődött. Na jó, vagyunk. Nincs is semmi probléma. Ja. Oké, cavity fluid kell nekünk. Nem az... Valami zsák valahonnan, csak nem emlékszem, hogy honnan. Hol van a zsák? Itt van a zsák, nagyon jó. Ez tök jó lenne, ha a játék már alapból így csinálná. Nem pedig ott ki lenne nekünk rakva. Mert akkor legalább... megtanulnánk, hogy merre hol van, még mielőtt ténylegesen elkezdődne az az egész mizéria. Szóval... Mégis csak kell valamennyire odafigyelnünk, hogy hogyan irányítjuk a dolgokat. Amikor éppen folyik be, akkor nem tudjuk irányítani. Jó, így. Ezzel megvolnánk, és szerintem most a tisztítása jön a izének. Jó. Hú. Oké, most azt kéne kitisztítanunk. De az ki kell jönnöm ide. Ahogy ez nyitva van. Jó. Lol? Nem is akarsz hazamenni? Már nem akar hazamenni. Mármint ténylegesen nem akar hazamenni. Jó. Akkor nem megyünk haza. Á, nem akarok arra elmenni, túl sötét van. Csukd be. Ó, Jézus, léci. Ne változz meg. Jönnek a hangok. Ó, már megint változtunk. Pirkászol itt össze-vissza. Ez megváltozik minden. Jó. Van tisztítószerünk, azt látom. Jesus Christ. Halkabban te. Itt. Mi van, az bezárom? Night Shift. 3669. Night Shift Database. Petben is ment. History, Sigil of Demonic Names. Hú, de lassan tölt. Desolation, Invidious, Immolation. Mi ez? De egyik ilyen se így néz ki. Csak. Ja, várjátok, lehet, hogy ezen belül teszak. Ez lesz az. Ja, várjátok, 4 jele is van? Akkor 4 különböző jelet kéne találnunk. Aha. Hol van? Valahol itt van. Ott van. Aha, 4 különböző jelet kell találnunk. Ez egy ilyen 6-os, meg egy ilyen olyan. És akkor elmegyek ide még egy jelért. És aktiváljuk, kifogjuk, hogy ne kopogjál, légy szíves, mert oda megyek, azt úgy arcon csaplak. Itt nincs jelölés? Nincs. Jó, úgy tűnik, hogy itt rendben vagyunk, itt nincs. Megyünk hátrébb, akkor erre. Hello! Itt becsuktad az ajtót, látom. Mert én az biztos nem csuktam be. Hú, de kiráz a hideg jelenleg. Jó, nem, azt az ajtót mi nem csukjuk be. Tudod mit? Ezt az ajtót becsukjuk, a többit nem. Sőt, ezt is becsukjuk, úgy. Szóval 2 jel, az egyik ilyen hatosszerű. Szóval van egy ilyenünk, meg egy ilyenünk, azt hiszem. Menjünk vissza, nézzük meg újra. Hatos egy olyan körrel ott mellette. Hatos körrel. Aha, ez lesz az. Szóval van egy ilyenünk, meg egy ilyenünk. Szóval lehet a fármok. De lehet úszkaret is. És az a kérdés viszont még, hogy ezeken belül is lehet még ugyanezek. Ez nem lehet. Ez nem lehet. Jó, eddig szerintem Desolation lesz. Jó, a Desolationben lesz ez. The House of Desolation, és vagy fermok, vagy úszkaret. Még nincs meg az elég információnk hozzá. Mik vannak itt még? The Hall of Hell. Collection of Demonic History. Jó, ez lehet, hogy minket annyira nem érdekel, itt vannak különböző jelek még. Identifying Demonic Tendency. Ja, értem, a karmolások azok, amik jelezték nekünk a izéket. Alright. This working? Yeah. This thing is huge. I guess. This is David. Raymond, this feels insane, but I think you were right. This has happened a few times now, but let me see if I can get in here. Mit akar mutatni? There it is. Fuck. Fuck! Szóval, hogyha egy démonnak a teste van, akkor az mozog. Egyelőre még nem láttunk mozgást ennél. Jó, ez az, hogy hogyan aktív, vagy milyen jelei vannak, azon voltunk, azt hiszem, rajta, ez mi? Tools of Exposure, jó, ezek az a cuccunk, amiket hallottunk. Hogy állunk? Nem jól. Oké, itt hogy állunk? Jó, moisturizer kell. Oké. Csak semmi baj. Tessék, picit megmócsorázzuk az arcodat. Oké, és visszavisszük a cold storage-ba. És mozog a lába, látjátok? Úgy, ahogy húzzuk hátrébb, úgy mozog a test. Oké, egy test megvan, és szerintem nem ő az izé. Démonunk. Milyen a másik? Arra vagyok kíváncsi, ha átlátunk mozgást. Úgyhogy én biztos ezeket így nézni. Oké, csak figyeljük magunkra. Oh boy. Igazából azt akartam, hogy egy éjszakát le... Oh Jesus Christ. Hú, de idegesítő, hogy ki van nyitva a szemed. De nehezen akar mozogni ez, amikor ilyenkor irányítjuk. Hát, maradjál is nyitva. Rajtam múlna az összes testet elégetném. Lehet azzal csak felidegesíteni. Mozog. Kérjünk már oda. Ez a legrosszabb egyébként, amikor így tologatni kell a testeket. És minden mehet az előre? Ez kemény. Ott ért még valami. Jó, nincsen semmi baj. Figyelj, nincsen semmi baj. Mint látod, csak ellenőrizzük a testet, megnézegetjük. A démon nem akart elengedni minket, itt van a kezén egy kis ilyen, nem tudom, valami seb. A hátadon biztos van valami, nincs. Az arcán van, meg ott a melkasán a túloldalt. Itt úgy nem. Úgy van, fordulj vissza magadtól, miután eljöttem onnan. Here we go again. Nagyon jó, te nyitva hagytalak? Szerintem igen. Oh, szóval név. Másodikat szeretnénk. Név megvan. Kor megvan. Fej megvan. Bal váll megvan. Bal kéz megvan. Jobb kéz. Right kézet akartam mondani, és meg vagyunk. Nagyon jó, következő ez lesz. Oké. Okay. Azt hittem lesz több hulla, de egyébként most gondolkozom azon, hogy lehet, hogy nem lesz amúgy több hulla. Tehát, hogy lehet, hogy ennyi igazából a hullák száma. 3 összvisz, és akkor ennyi lesz a játék is. Kicsit szomorú mondjuk, hogy igen. Hú, jó. Nem tudom, hogy kerülnek fel ezek a videók, viszont most nekem kell egy szünetet tartanom, mert éhen halok. És azt hittem, hogy lesznek dolgok így közben. És akkor be tudom fejezni egy olyan ponton, ahol érdekesebb, de szerintem ketté fogom vágni ezt a videót, mert már 1 órája veszek fel. Szóval, ja, ha eddig néztétek, akkor lehet, hogy az előzőleg nem volt elköszönés nagy esélye, mikor vágás volt, de remélem tetszenek ezek a videók erről a játékról, és visszatértek és nézitek tovább. Addig is pedig, sziasztok!